Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 1-e egy új hold. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mivel a holdnak nincs saját fénye, és ezt a fényt a naptól kapja és kisugározza számunkra, egy ilyen új hold napon, amikor ők találkoznak, a nap nem tudja besugározni a holdat, és így a hold számunkra láthatatlan. A kínai asztrológusok úgy szokták mondani, hogy a nap, tehát az égi császár, és a hold, az égi császárnő visszahúzódik a hálószobába, és ezt nem kell, hogy lássuk. Egy ilyen napon gondolhatunk mi is egy ilyen testi kapcsolatra, vagy lehet meditálni, elgondolkozni azon, hogyan tovább. A jelenlegi új holdnál célokról van szó, hogy ne adjuk ezt fel, bízzunk ebbe, de kell még egy kicsit a kitartás és a türelem. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák ennél az új holdnál. Mire kellene koncentrálni? Itt a napról van szó. Ez a te éned, a te fellépésed, a te kisugárzásod, a te sikereid. Azt is jelentheti, hogy most tervezel valamit, és nyárig ez megvalósítható. A nap jelenti az igazságot, és hogy itt kiderül az igazság. Itt látható a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Itt ez a két kart, mint egy kereszt, jelenti az élet utatokat, amikor itt a sors utak kereszteződnek, tehát te találkozni fogsz vele. Amit ez a kép még jelent, a levegő elemét. És a levegő eleménél kommunikációról van szó. Tehát hamarosan lesz egy találkozás és fontos beszélgetések. Három kártya ugrott ki a képből, és ezek olyan dolgok, amire nincs szükségünk, mint például ez az ördög, itt a botok, ami fogva tart bennünket, és egy maszkos férfi, aki nem mutatja ki azt, hogy mit akar, tehát ezek kiugrottak a kártya csomóból, ez most nincs már itt, hiszen eltávolodott tőlünk, tehát ezek le vannak zárva, erre nem kell odafigyelni. Amire viszont odafigyelünk, ez itt, ez a fő papnő, aki őrzi itt a sorsok könyvét. Tehát az, ami eltávolodott a kártya csomagból, ami kiesett, arra már nem kell odafigyelnünk, mert az nem jelenik meg az életben, a feszültségek vagy hamis emberek, hanem itt most odafigyelünk a fő papnőnek az ajánlatára, és ez közli velünk ezt a hitet, ezt a bizalmat, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy itt a sors könyvében ez meg van írva. Itt látható egy fiatalember, a kezében van ez az arany kehely, és ezt átnyújtja számodra. Jelzi a víz elemét, tehát érzelmekről van szó.
kimutatja az érzelmeit. Ez lehet egy férfi, aki valamivel fiatalabb, mint te, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a fiatal férfi utal egy új kezdetre, a megújulásokra, de neki a kezébe kell először venni ezt a kejhet, hogy megismerkedjen vele, odafigyeljen a saját érzelmeire, és ha tisztában van a dolgokkal, akkor lépéseket tesz feléd, és kimutatja az érzelmeit. Itt ez a virágcsokor utal a te nőiességedre, a jó ízlésedre, a szépségedre, de jelent egy meglepetést, egy kellemes meglepetést, vagy egy meghívást, vagy egy ajándékot. Amit ez a virágcsokor még jelenthet, egy kreatív tevékenységet, vagy a tavaszt. Hogy tavasztól fogva javulni fognak a dolgok. Itt lesz egy új kezdet, egy találkozás, fontos beszélgetések. Mindez meg van írva a sors könyvében, és ez a férfi kimutatja az érzelmeit. Itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, és itt van a vonzalom kettőtök között. De azt is jelenthetik a kártyák, hogy ez az új kezdet úgy van megírva a sors könyvében, hogy először ő a saját érzelmeire figyel oda, és június-júniustól kezdve lesz itt egy fontos beszélgetés, találkozás, egy új kezdet. De én úgy mondanám, hogy a kapcsolatot már előtte keresni fogja. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!